Tehát Magyarországon a mai napon hivatalosan elkezdődött az ökumenikus imahét. Azért is érdekes ez, mert nemzetközileg mindig 18-án kezdődik, és 25-ig tart. Tehát, hogy is van, Szent Páltól Szent Péterre, vagy fordítva, nem tudom. De Magyarországon abban maradtunk, hogy ez nekünk bonyolult, hogyha csütörtökön kellene püspököket összehívni Budapesten egy istentiszteletre, ezért mi mindig vasárnaptól vasárnapig tartjuk. És egy afrikai országnak a, hát egy munkacsoportja, inkább így mondom. Ők ültek le még tavaly, és kitalálták, hogy miről beszéljünk. Az pedig nem más, mint az irgalmas samaritánusról szóló beszéd, amit az Úr Jézus mondott. Ezért ma is ezt olvasom föl, majd a héten, aki jár, ökumenikus imahétre fogja hallani, de jövő héten, amikor itt délután az evangélikus imaházban lesz az ökumenikus ima alkalom, megint ez a történet jön elénk. Felolvassam, aztán majd beszélünk róla. Felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? A törvénytudó pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fel a barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fel a barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? A törvénytudó így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Hát sokan vagyunk, akik már többször hallották ezt a történetet. Ugye a helyzet az, hogy az Úr Jézus sok mindent magyaráz arról, amit Isten kér az embertől, és akkor ott van egy törvénytudó, aki nem teljesen biztos benne, hogy az Úr Jézus jól ismeri-e a Bibliát. Ezért felteszi a trükkös kérdést, hogy Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És akkor várja a választ, hogy az Úr Jézus mit fog mondani, hát ha bele tud kötni. Mert ugye ő a törvénytudó, éveken keresztül tanulta ezt, és akkor most jön ez az ácsmesternek a fia vidékről, és sok mindent tanul, de jól tudja, vagy nem tudja jól, hát majd vizsgáljuk meg. És az Úr Jézus ugye megfordítja a helyzetet, azt mondja, hú, te vagy az okos, te vagy gondolod. És akkor a törvénytudó az Ószövetségből, 2 helyről szépen összefoglalja a lényeget, ugye ez itt, mert ott le van írva már az Ószövetségben, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fel a barátodat, mint magadat, és Jézus azt mondja, hogy na, megvan, jól mondtad. Tehát kész. És akkor hogy néz ki szegény törvénytudó? Hogy csapdát állított, aztán ő néz ki
bolondnak. Már hát tudta a választ a saját kérdésére. Ezért ugye azt gondolja, jó, akkor felteszem a következő kérdést, és akkor az lesz a csapda, de hát ki jó fel a barátom? Tehát definiáljuk szépen, hogy kit kell szeretni, és kit nem, mert hát, ha rosszul csinálom. És az Úr Jézus elmondja az egész történetet, amikor egy ember megy Jeruzsálemből, Jerikóba, rabló kezébe esik, oda megy egy pap, szintén, tehát aki Isten templomába szolgál, hazamegy, valószínűleg Jeruzsálembe, Jerikóba, de nem foglalkozik azzal, hogy ott fekszik egy ember. Aztán egy lévita, aki olyan a papnak a segédje volt, abban az időben ő sem foglalkozott vele, és jött egy samaritánus. Hát a samaritánusokkal az volt a gond, hogy kevert népség, tehát félig zsidó, félig nem, de a vallásuk is ilyen volt. Hogy a Bibliának csak az első 5 könyvét fogadták el, addig még rendben lett volna, csak olyan következtetéseket vontak le belőle, amelyek teljesen ellentétben voltak azzal, amit tud az ember, ha a többit is hozzáolvassa, sőt, csináltak még tényleg meddig pogány dolgokat is. Tehát ők nem voltak jóba egymással, a zsidók és a samaritánusok. Ugye ez volt a csattanója az egész történetben, hogy az Úr is azt mondja, hogy jön egy samaritánus, na, és ő az, aki segít. Ugye, akit nem szoktunk szeretni. Ő az, aki irgalmas, és akkor ugye fordítva teszi föl a kérdést a törvénytudónak, hogy na, nem az a kérdés, hogy ki az én felabarátom, hanem viszont kérdez, és azt mondja, a három közül ki volt a felabarátja a rablók kezébe esett embernek. Mi a törvénytudó azt akarta tudni, hogy ki a felabarátom, de azt azért akarta tudni, hogy szűkítsa a kört. És az Úr Jézus megfordítja, és azt mondja, nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy kinek lehetek én fele barát. És akkor az Úr Jézus igazából nem azt a szót magyarázó, hogy fele barát, hanem azt a szót magyarázó, hogy szeretet. Ugye? Hogy finoman arra mutat, hogy nem azt kell kérdezni, hogy ki a fele barátom, hogy azt kellene kérdezni, hogy szeretek-e. Azért mondja az Úr Jézus ezt a történetet. Tehát ez a lényeg. Pont, ámen, vége. Nem. Egész héten erről fogunk beszélni még. De én úgy gondoltam a mai napon, hogy nagyon sokszor valamit kiszoktak hagyni, amikor beszélnek erről a szakaszról. Mert ugye azt szokták elmagyarázni, amit én most magyaráztam el, hogy ki a samaritánus, meg mi a probléma, milyen nagy dolog, hogy a samaritánus a történetbe gondját viseli a bajba jutott embernek, aki a történet szerint valószínűleg zsidó. Tehát, oké. Elkezdhetünk magyarázni a dolgokat úgy, hogy le vannak írva. Csak, ha kicsit belegondolunk, az igazából nagy kérdés az, hogy az Úr Jézus csak ezt az egy dolgot akarta mondani. Tehát az egész történetben vagy az egész történettel az Úr Jézus csak azt akarta, hogy döbbenjünk rá arra, hogy néha-néha olyan emberek szeretetteljesek, akikre mi nem is gondoltunk. Hogy annyit akart volna mondani? Hát ha annyit akart volna mondani, akkor a történetből nem derült volna ki, hogy ő az Isten fia, mert az akkora lapos tanítás, hogy egyszerűen hihetetlen. Ezt még egy ilyen félig meddig tanult pszichológus is ki tudja találni. Teológusok néha-néha vitatkoznak azon, hogy az Úr Jézus egy valóban megtörtént dolgot mond el. Mert ugye az Úr Jézus nem mondja el, hogy példázatot mond. Tehát, de nem is az a kérdés. Mi, akik sokan már nagyon jól ismerjük a Bibliát, nekünk teljesen világos, hogy amikor az Úr Jézus a samaritánusról beszél, az az ember, akit nem szerettek a zsidók, akkor igazából önmagáról beszél. Ugye? Ez a samaritánus úgy viselkedik, mint ahogyan egy jó keresztény viselkedett volna, vagy viselkedne. A jó keresztény pedig azért viselkedik úgy, ahogy kéne, mert az Úr Jézustól veszi a példát. És most az a döbbenetes, hogy az ős egyházba ezt meglátták, és azt mondták, hogy akkor, amikor az Úr Jézus ezt a történetet elmondja, nem csak ezt a történetet mondja el,
hanem minden egyes dolog mögött van valami más. Tehát az Úr Jézus olyan történetet mond el, amiben olyan szereplők vannak, akik, hogyan mondjam, tehát úgy van ez a történet, hogy a felszínt lehet látni, de lehet egy leplet róla lerántani, és akkor kiderül, hogy egy másik szinten ugyanaz a történet még egyszer játszódik le. Tehát egy történet, de két szint van benne, két üzenet van benne. Hát, oké, akkor már kicsit közelebb vagyunk ahhoz, hogy amikor az Úr Jézus beszél, akkor tényleg az Isten beszédjét mondja, amelynek olyan tartalma van, hogy egyszerűen hihetetlen. Hát ha a samaritánus az Úr Jézus, ugye, tehát az első szinten csak egy samaritánusról beszél az Úr Jézus, majd lerántjuk a leplet, és akkor kiderül, hogy alatta ott van, a samaritánus alatt, ott van az Úr Jézus. Akkor a többi dolog mögött mi van? Hát akkor mindenről ugye egy leplet le kell rántani gyakorlatilag, és ki fog derülni, hogy mi a helyzet. Mi Jeruzsálem? Jeruzsálem Isten városa. Isten fővárosa. Az Ószövetségben Isten azt kérte, hogy ott építsenek neki palotát, amit mi úgy hívjuk, hogy templom, de az eredeti nyelvben az ugyanaz a szó. Istennek a temploma, az Istennek a palotája. És mellette volt Dávidnak a palotája. Ugye ez a főváros. És a városnak a neve az azt jelenti gyakorlatilag, hogy a békességnek a városa. És van egy ember, aki elhagyja Jeruzsálemet, aki, ha próbáljuk elképzelni, elhagyja a várost, hátul van Istennek a fővárosának, és oda megy Jerikóba. És mit tudunk Jerikóról? Hát úgy ott voltak a nagy falak. Ez volt a megerősített város, hogy amikor Izrael fiai el akarták foglalni az ígéret földjét, akkor ez volt egy nagy probléma. Na ezzel a városon mi lesz? De Isten megadta nekik. Minden nap egyszer körülmentek a városon, a hetedik napon hétszer, ami egy érdekes történet, mert akkor egy szombati nap is beleesett ebben a történetbe, amikor mégiscsak mentek, de lehet, hogy pont a hetedik nap volt az, amikor hétszer is járták körül ezt a várost, és Isten ad egy csodát, és a falok ledőlnek. De az volt a cél, hogy ezt a várost soha az életbe, soha senki nem építse újjá. Elhangzott egy átok. Hogyha valaki próbálja újraépíteni ezt a várost, vagy legalább ezeket a falakat, akkor emberek fognak meghalni. És volt egy ember, aki ezzel nem foglalkozott. Szóval mégiscsak fel fogom építeni. És elveszítette a két fiát. Aztán ebben az időben, amikor az Úr Jézus beszél, akkor Jerikóba ott volt Heródesnek a téli palotája. Ugye? Van egy ember, aki Isten fővárosából lemegy. És mi a cél? Hova akar menni? Oda akar menni, olyan városba akar menni, ami igazából nem más, mint az emberi törtetésnek a városa. Amikor az ember meg akarja mutatni, hogy na, mi mindenre vagyok képes. Igaz, hogy meghal a két fiam, de akkor is föl fogom építeni ezt a várost a magam dicsőségére. És ha csak ezt az egy leplet rántjuk le, akkor látjuk, hogy az Úr Jézus itt igazából arról beszél, hogy amikor egy ember elhagyja a békeség városát, és oda megy, ami az emberi törtetésnek a városa, akkor rossz irányba megy. És rossz dolgok fognak vele történni. A rablók kezébe esik, akik kifosztják, megverik, és ott is hagyják. És igazából ez történik. Egy emberrel, bármelyik emberrel. Hogy amikor arccal Jerikó felé van, na, majd megmutatom. Minden emberrel megtörténik ez. Minden bűnös emberrel, aki ebben a világban él.
hogy olyan erők támadnak rá, amelyek kifosztják az illetőt. A biztonságától, van, amikor az egészségétől, sok minden mástól. Tönkre teszik az embert, és ott hagyják. Ugye, ha egy leplet lerántunk meddig megint a rablókról, akkor mit láttunk? Ott azok az erők vannak, az Isten ellenes erők, amelyek tönkre akarják tenni az embert. Nem azért, mert ők nyernek ezzel valamit, hanem egyszerűen azért, mert nekik az így tetszik. Az ördögi erők, amelyek ott vannak. Egy betegség mögött, egy babonoság mögött, egy függőség mögött, és még sok minden más mögött. Ugye megint a leplek mögé nézzük. És ha ez történik az emberrel, akkor honnan lesz a segítség? Nagyon érdekes, hogy az Úr Jézus ugye kétféle embert mond. A pap meg a lévita, aki nem foglalkozik ezzel az emberrel. És kicsit nehéz így megérteni, hogy miről van szó, de én szerintem a pap az inkább az az ember, aki annyira Isten dolgaival foglalkozik, hogy közben elfelejtett, hogy vannak emberek is. Vannak ilyenek. Ugye itt az Úr Jézus nem, hogyan mondjam, sötét pogányokról beszél. Ő egy törvénytudóról beszél, hogy a másik értse meg. Az Úr Jézus itt olyan emberekről beszél, mondom, akik annyira Istennel tudnak foglalkozni, hogy elfelejtik azt, hogy vannak emberek is. És hogy Istennek van mondani valója azzal kapcsolatban is, hogy lássuk az embertársunkat, lássuk az embert, lássuk a szomszédot embernek. Kezdjünk azzal. Hát, és van, amikor már az is nagy tanítás egy embernek. És az Úr Jézus világosan mutatja, hogy ilyen emberektől igazából nem lehet segítséget várni. Mert ugyanabban vannak. Ugye? Ő, az Úr Jézus mondja, hogy az a pap, az szintén Jeruzsálemből ment Jerikóba. És mondom, hogy ha nem rántjuk le a leplet, hát akkor persze, hogy a pap Jeruzsálemből megy Jerikóba, mert ott is laktak papok, tehát úgy ők kaptak városokat, költözniük kellett, mert nem állandóan szolgáltak a templomban, de ha egy leplet rántunk le, és tudjuk, hogy mi Jeruzsálem, mi Jerikó, és vajon ki ez a pap, akkor látjuk. Vannak emberek, akik annyira tudnak Istennel foglalkozni, hogy nem látják az embereket, de ők merre mennek. Nem föl Jeruzsálembe. Valahogy az ő fejük is rossz irányba van. És mellette, vagy mögötte, ott a második ember, a lévita. Ugye a lévita a papnak a segítője volt. Neki az volt a dolga, hogy minden rendben legyen a templomba. Legyen rend, minden a helyén, vagy olyan, mint a segítő egy műtétnél. Ugye, amikor aki éppen műt, csak szólni kell, hogy na kérek ilyen kést, meg olyan kést, és akkor adják a kezébe. A lévét az ember, aki fenntartja a rendet. Hát így szokott lenni. Hát minden a helyén legyen. Ugye, ez az az ember, aki annyira a körülményekkel van elfoglalva, annyira a dolgokkal van elfoglalva, hogy mit nem lát. Csak az embereket nem látja. Az egyik a pap, csak az Istent látja, és az Istentől nem látja az embereket. A másik a lévita, aki látja mit tudom, a hagyományokat, meg az épületeket, meg a rendet, csak az embereket nem látja. És ez a lévita ugyanúgy rossz irányba megy. És akkor megérkezik a samaritánus. És mi már tudjuk. Mert a történetből kiderül, hogy a samaritánus alatt ott van az Úr Jézus. Akit nem szerettek a zsidók. Mert ő egy kicsit másképp beszélt Isten dolgairól, mint ahogy ők azt tanulták. Voltak emberek, akik teljesen nyitottak voltak rá, és azt mondták, hogy hát na végre, valaki elmagyarázza, végre megértjük. Ugye ebből lett az első keresztény gyülekezet. Tehát meghal az Úr Jézus, feltámadt, és egy 30 évvel később már több mint 10 000 keresztjén van Jeruzsálemben. Ugye egy akkora gyülekezet volt, hogy egyszerűen hihetetlen. Ezek mind zsidók voltak. És rádöbbentek arra, hogy ahogyan az Úr Jézus beszél az Atya Istenről, ez az igazi. De voltak sokan, akik
ezt nem akarták elfogadni, hogy nekik mindig idegen maradt az Úr Jézus. És mit csinál az Úr Jézus a beteggel? Mit csinál az Úr Jézus azzal az emberrel, aki eleve rossz irányba ment, az életének az iránya nem úgy volt, hogy kellett volna, aki szenvedett olyan erőktől, akik semmit más nem akartak, csak őt tönkretenni. Mit csinál a samaritánus ezzel az emberrel? Segít. És megint, ha a felszínen maradunk, akkor persze, bort önt a sebekre, és utána olajat. Mert ugye bor az megtisztítja a sebet, az olaj kicsit meglágyítja a bőrt, és akkor szépen meg fog gyógyulni. De tudjuk, hogy mi a bor, és tudjuk, mi az olaj, nem? Mi a bor? Hát a bor az Úr Jézus vére, amely megtisztít bennünket minden gonoszságtól, minden tisztátalanságtól. Ugye az úrvacsoránál beszéltünk róla, benne van a liturgiában. Mi az olaj? Az olaj a Szentléleknek a jelképe. Ha egyszer lerántjuk a leplet, az Úr Jézus oda megy az összevert emberhez, és két dolgot ad neki. Mert két dologra van az illetőnek szüksége. Megadja a vérét. Ugye ez az Úr Jézusnek a kereszt áldozata, amely megtisztítja az illetőt a helytelen gondolatoktól és a helytelen cselekvéstől. De ugye az még nem elég, arról is beszéltünk már, mert akkor a nullán lennénk, mellé megadja a Szent Lelket. A Szent Léleknek az irányítását, amely segít abban, hogy a bűnből szentség legyen. Ugye a szentség az nem az, hogy nem csinálok bűnt. Mert akkor mindig a nullán vagyok. Beszéltünk róla, hogy a szentség az a bűnnek az ellentéte. Ha a bűn -10, akkor a szentség nem nulla, hanem a szentség az a +10. Ezt kínálja az Úr Jézus. Ezt adja az Úr Jézus. Az összevert embernek, aki rádöbben arra, hogy amit ő jó iránynak gondolt, az nem is az. Közben meg az élet száz veszély. Hol a megoldás? Itt a megoldás. Az Úr Jézusnál. És még mindig nincs vége. Az Úr Jézus kínálja az illetőt az áldozattával és a Szent Léleket. Mind a kettő. És utána ráteszi az illetőt a samaritánus a saját állatára, és beviszi őt a fogadóba. Hát most ezek után szerintem nem nehéz kitalálni, hogy akkor mi lenne ez a fogadó, ha a lepel mögött nézünk. A fogadó nem lehet más, mint a gyülekezet. Na, az az ember, akit a rablók összevertek, az az ember, aki elveszített mindent, talán a reménységét is, de akit az Úr Jézus felkarol, egy ilyen embernek nagyon nagy szüksége van testvérekre. Egy ilyen embernek nagyon nagy szüksége van arra, hogy egy olyan helyre kerüljön, hogy tudjon, hol meg tud gyógyulni. Újra tanulja az életet. Lehet, hogy megtanul imádkozni. Lehet, hogy megtanul sírni. Mert lehet, hogy eddig azt gondolja, hogy nem szabad. Megtanulja nem csak az erőt, hanem megtanulja a gyengeségnek az erejét is. Megtanulja a kitartást, de a kitartást például az alázatban. Ez egy gyülekezet kell. Oda viszi az Úr Jézus az illetőt a fogadóba, a gyülekezetbe. És ugye ez nagy, főleg erről fogunk beszélni a ökumenikus ima héten. Ez az a feladat, ami ránk vár. Hogy befogadni azokat az embereket, akiken az Úr Jézus könyörül, ő elkezdte a gyógyítást, aztán a folytatást, és ez a döbbenet ránk bízza. De hogyan? Samaritánus oda viszi a beteget a fogadóba, kicsit ápolgatja, és utána mit csinál? Előre megad pénzt. Előre megad pénzt. Kedves fogadós, következő, van egy beteg ember, itt van a szobámba, de kifizetem nem csak a szobát, hanem a kaját is,
és amíg orvost kell hívni, és amíg borra van szükség, és amíg olajra van szükség, előre megadok mindent. És ha nem lenne elég, akkor még küldök. Ugye? Ezt teszi az Úr Jézus a gyülekezettel. Hogy nekünk olyan javakat ad, amelyekkel tudunk sáfárkodni. Ad nekünk türelmet, vagy szeretetet, vagy bölcsességet, lehet, hogy még pénzt is, imádkozó szívet, csak mindent adhat. Amit előre adott meg. Hogy amikor befogadjuk azokat az embereket, akiknek nagyon nagy szükségük van egy keresztény közösségre, hogy azoknak fel tudjuk kínálni mindazt a gazdaságot, amit már kaptunk, azzal a tudattal, hogy ha kifogynánk a türelemből, vagy a szeretetből, vagy, akkor mi is mondhatjuk az Úr Jézusnak, hogy Uram, szeretnék segíteni a testvéremem, de most már én se tudom. És vannak ilyen helyzetek, amikor éveken keresztül próbálunk valakinek segíteni, és kiderül, hogy a helyzetet nem tudjuk megoldani. És csodálkozunk rajta, hogy az illető még mindig bírja. Tehát vannak ilyen beszélgetéseink, vannak ilyen testvéreink. De látjuk azt is, és nekik is mindig mondjuk, hogy gyülekezet nélkül nem fog menni. Gyülekezet nélkül nem lesz megoldás. A közösségben van a megoldás. Na, látjátok? Az Úr Jézus mond egy történetet. És annyiszor hallottuk már, mit lehet erről még mondani? Hát ezt! Szálljunk egy szinttel mélyebbre, és lássuk meg, hogy amikor az Úr Jézus mond egy történetet, akkor miről beszél? Akkor önmagáról beszél, ez az evangéliumról beszél. És benne van minden. Ugye az egész hitvallásunk benne van ebben a történetben. Ha nem lenne más, néha van egy jó ismerősünk, aki prédikáció végén néha ezt szokta mondani, hogy ha nem is lenne más a Bibliával, csak ez az egy szakasz, akkor is az egészet tudnám elmagyarázni. Mert nekem csak ez az egy történet kell. És puf! Ha ismerem az Úr Jézust, ha ismerem az igét, ha tudom, hogy az Isten hogy gondolkodik, akkor látom az egészet, akár ilyen rövid történetben is. Oké. De ha csak észre fogjuk fel ezt az egészet, akkor ugyanott tartunk, mint a törvénytudó. Akkor ugye azt gondolta, hogy intellektuális dolog a Bibliával foglalkozni, és volt egy kérdése, hogy akkor ki a fele barátom? Nem. Az a lényeg. Nem elemezni kell. Meg kell érteni, és meg kell csinálni. Az elemzés az rájött később. Vannak okos emberek, akik megkapják azt a, hogyan mondjam, belátást, hogy mélyebben belelátnak a Bibliába, és olyan dolgokat tudnak felszínre hozni, amit más nem lát. Örüljünk neki, hogyha ismerünk ilyen embert. De nem az a cél, hogy mindenki okos legyen. A Bibliának az a célja, hogy mindenki szeretetteljes legyen. És amit megértettünk, azt csináljuk is. Mert ugye ezzel zár az egész történet. Miután az Úr Jézus úgy tűnik, hogy csak válaszolt egy kérdésre, de elmondta az evangéliumnak a lényegét, és benne volt az egyház is, meg sok minden. És akkor az Úr Jézus az egész történetet egyszerűen azzal zárja, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Mi az egésznek? Ez a, hogy mondjam, záró akkordja. Ha ezt egyszer megláttuk, és megértettük a saját életünkben is, örüljünk nekünk, adjunk hálát, és kezdjünk el csinálni. Nem azt kérdezni, hogy hogyan mondjam, nem azt keresni, hogy mi az a minimum, amit tudnánk tenni, hanem nyitott szemmel járni a világban, megnézni azt, aki szembe jön, meglátni, megérteni, megszeretni. És igyekezni azon
hogy fel a barátja. Legyünk neki. Hogy szeretetbe járjunk. Hogy épüljön az Isten országa. Nem csak nekünk, hanem általunk itt Mágocson is. Hogy Istenhez találjanak azok az emberek is, akik őt most még nem ismerik. De úgy vannak, mint a rabló kezébe esett ember. És nagyon nagy szükségük van valakire, aki úgy viselkedik, mint az Úr Jézus. És tudja, hogy az illetőnek mire van szüksége. Az Úr Jézus vérére, a Szentléleknek az olajára, és a testvéri közösségre. Ha ezt tudjuk, és ezt tudjuk közvetíteni, akkor biztos vagyok benne, hogy fognak még nagy dolgok történni Mágocson. Hát reméljük. Amen.